Következő riportunk főszereplője nevelőként dolgozik Böjte Csaba ferences szerzetes nagyváradi gyermekotthonában. Nem csak neveli a gyermekeket, de ő az otthon mindenese is. A segíteni akarás egész életét végig kísérte, korábban mentősként dolgozott, de úgy érezte, valami másra vágyik. Azt mondja, az erdélyi ferences szerzetes nagy családjában ezt a valamit meg is találta. Biciklivel érkezett Komádiból Nagyváradra Szabó Péter, miután az ottani mentős életet, majd későbbi londoni szakácsállását feladta. Bár jól keresett, az nem boldogította. A kollégákkal jól megvoltam, jó volt a fizetés, tehát minden rendben lehetett volna, én mégis úgy éreztem, hogy nekem ez nem ad nyugalmat, tehát nem tudok itt érvényesülni. Valami más kell csinálni, tehát nem itt van a helyem. Azért fogtam magam is, felmondtam. Mindenki csodálkozott rajta. Ezután bringára pattant és becsöngetett Böjte Csaba ferences szerzetes nagyváradi Szent Angéla gyermekotthonába. Eredetileg Dévára indult, de aztán Váradon maradt, és beállt önkéntesnek próbaidőre. Láttam, hogy szükség van rám, tehát tudtam adni. Mai napig is úgy vagyok, hogy amíg tudok adni, van miből, van mit mutatni a gyerekeknek, vagy segíteni tudok, addig itt leszek. Ennek már több mint 2 éve. Azóta Péter a ház mindenesévé vált. Fúr, farag, szerel, épít, mindent újra hasznosít. Nyáron ezt a napozóágyat készítette építkezési hulladékokból. Nem szeretek eldobálni semmit. Szerintem mindenből lehet valamit csinálni. Ez a vas szerkezet, ami maga a váza az ágynak, az a ablakokról, amit nemrég újítottunk fel, annak a rácsából van. Itt pedig már épp a gyermekeknek segít a mindennapi tanulásban. Korepetál, olvasni és számolni tanítja a legkisebbeket. A nagyokkal pedig rendszeresen elbeszélget. Olyan, mintha, nem tudom, valami kötődés lenne a gyerekekhez, Petinek. Én szeretem nagyon, hogy bánik velünk, rendes. Nekem például olyan, mintha bátyám lenne. Florinék 8-an vannak testvérek, őt rendszeresen viszi Kolozsvárra, ahol fejlődési rendellenességét kezelik. A növekedésemben van egy kis baj, mert leállt a hormonom. Olyan 3-4 éves láttam, mikor leállt. És nem nőttem sehova. Peti jött mindig velem, így mindenben segített, amiben tudott. A váradi gyermekotthon vezetője régóta keresett már megbízható nevelőt. Korábban 28 ember tanácsolt el, olyanokat, akik elsősorban pénzért és a minél kevesebb munkáért jöttek volna ide dolgozni. Aztán megjelent Szabó Péter. Ha van az embernek ilyen lélektársa vagy a világban, akkor ő az, legalábbis én úgy érzem, abszolút egy hullámhosszon vagyunk. Nem kellett neki soha magyarázkodni, hogy ezt mi hogy csinálja, miért csinálja, miért úgy csináljuk. Abszolút megértette. A nevelési elveink azok azonosak. Déván több mint negyed százada jött létre Böjte atya gyermekotthona, ahol azóta több mint 5000 gyermeket nevelt fel keresztény szellemiségben. A Szent Ferenc Alapítvány segítségével a Kárpát-medencében 86 településen jelenleg 2500 gyermekről gondoskodnak.